Szárnusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban egyet elektronikázunk. Megmutatom nektek, hogy tudjátok kiszűrni az önindító problémát, hogy önindítóval van-e a probléma, aksival van-e a probléma, maga a relével van-e a probléma, úgyhogy remélem évezni fogjátok, mivel volt sok kérdés az önindítóval is kapcsolatban, hogy vajon miért nem működik. Azért megmutatom nektek ebben az epizódban. Úgyhogy elsősorban én azzal szoktam kezdeni, megnézem az aksit. Ez jó, ha van egy mérőműszeretek, egy ilyen multiméteretek, viszont ha nincsen, akkor egy izzóval is, 12 voltos izzóval, ami van a lámpában, ráteszitek az aksira, megnézitek, áron van-e benne, mennyire erősen, nagyon-nagyon erősen kell izzon, már elég nagy feszültség van, elég nagy feszültség, 12 volt, de nagy az áram erőssége, úgyhogy az izzók nagyon-nagyon világítnak vele, ha jó az aksi, nem ilyen sárgás halványat, hanem szép fényeset. Itt áram van 12,5, azt is kell tudni, hogy ezek az aksik 12,6 alatt már lemerültnek számítnak, úgyhogy ezt az aksit biztos, hogy meg fogjuk tölteni. Láthassátok, 12,5, ez alsó határ mondhatni. Mondom, 12,6 alatt le vannak már ülve. Úgyhogy az aksiba feszültség van, ezzel, ha nem is hajtsa át rendesen, nincsen elég áramerősségünk, nem hajtsa át rendesen az önindítót, de viszont kell halljátok maga az indító rellét, hogy ketszen. Következőben, amit szoktam ellenőrizni, hogy nem-e maga önindító, vagy nem megy le az áram, egyszerűen megnézitek a két vastag szál, ami jön az önindítótól, és a másik, mindegyikben ez lehet KTM, lehet Beta, lehet Yamaha, mindegyikben, igaz, más helyen, KTM-nek itt általában oldalt, Yamaha-nak itt a tank előtt, VR-eknek, Beta-nak pedig itt található. Megnézem, hogy maga az önindító jó-e. Ezt úgy tudjuk, mondom, ezt a két vastag szálat a rellénél összehidaljuk. Ezt halljátok, hogy maga az önindító hajt. Úgyhogy következőkben, ami rámegy a dugasz, azt ott leszedjük, megnézzük, hogy le van-e oxidálódva maga a biztosítékok, hogy van egy biztosíték, a másik az rezerva, pót biztosíték. Miután megcsináltuk ezeket, lepucoltuk, meggyőződtünk, hogy ott nincsen probléma, biztosíték nincsen kimenve, akkor következő lépésben jövünk a kapcsolóhoz, maga az indítógombhoz. Ezen is így néz ki, nagyjából mindegyiken ugyanígy néz ki. Ennek lekövessük maga a szálait, hova jön. KTM-nek itt oldaltok, itt maga van egy ilyen felfogató rész, ide oldaltok jön, egy szál össze van hidal, úgyhogy négy dugaszos, négy szálas, egy össze van hidalva, és kettő addig jön fel a kapcsolóhoz. Ennek ez. Megnézzük, hogy a kapcsolót is elég egyszerűen ki lehet szűrni, maga a kapcsolóhibát, ha nincs mérőműszeretek, multiméteretek, úgyis egyszerűen széthúzod maga a kapcsoló dugaszát, így, innen meghidalod, és halljátok, már is működik, úgyhogy ez egyszerűen ment, kapcsoló problémás, kicseréljük rajta maga az indító gombot, és már is fog működni. Szóval, mint megállapítottuk,
maga az indító gombja volt meghalva, rátettünk egy új indító gombot, és megnézzük, hajt-e. Gyönyörű. Megtöltessük egy kicsit az aksit, és már is lehet bevetni a mély vízbe. Ezeknél a motoknál, amit még tudni kell, rengeteg vizát, sarat, mindent elképzelhető dolgot kapnak, azért legalább szezononként egyszer, mivel nincsenek vízhatlan kapcsolók téve, itt maga a lámpaháta, meg egy motornál is van pár, legalább évente egyszer érdemes szétszedni, vagy mikor dolgozol, vala a körtét cserész, együtt a széthúzogatod a dugaszokot, vagy levédézed, vagy lezsírozod, mert elég sok ilyen oxidálós probléma történik. Még mikor a dugasz oxidálódik, le tudod pucolni, de sokszor az oxidáció megjelenik maga itt a csatlakozások végében, kiszakad maga a kábel, maga a szál belőle, és elég szar tud lenni. Legtöbb esetben nem is kapsz dugaszokot, kell gányoljad, kell ott mókoljad, azért érdemes közben lekanegatni, levédézni, hogy ezeket megelőzzük. Ennyi lett volna az epizód, remélem tetszett, valamit tanultatok belőle, és találkozunk egy másik epizódban. Szervusztok!